Vállalkozásfejlesztés. Debrecenben indította el új országos rendezvénysorozatát a Kereskedelmi és Iparkamara. Jelöltek. Három politikai szervezet is ma mutatta be, hogy kiket indít az önkormányzati választásokon. Állásbörze. Csaknem 80 cég várta a hallgatókat ma a Debreceni Egyetem rendezvényén. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó április 17-én szerdán. Már is jövünk a friss hírekkel. Debrecenben indította útjára új országos vállalkozásfejlesztési rendezvény sorozatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a KAVOSZ-szal közösen a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A főként kis- és középvállalkozásoknak szóló fórumon olyan lehetőségeket tekintettek át, amelyek révén a gazdasági kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, újdonságokra nyitott lehet a KKV-szektor. Debrecenben egy évtizedek gazdaságfejlesztésre alapozott a városfejlesztés. Ennek hatására többszörösére nőtt a város gazdasága, számos nagyvállalati beruházás érkezett ide. A következő időszakban pedig a hangsúly áttevődik a kis- és középvállalkozások fejlesztésére, főként a versenyképesség és az innováció terén. Erről beszélt Pap László polgármester az iparkamarai fórumon. Hogy kivegyük abból a nagy tortából azt a szeletet, ami jár ennek a szektornak, ahhoz nagyon nagy szükség van a fejlődésre. Ebben a város, a szakmai szervezetek, a kamara, VOSZ és a tudományos háttér, az oktatási háttér, az egyetem, a szakképzés, mindenki egy célt szolgál, egy célért dolgozik, hogy ez a város, ez a régió sikeres legyen. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a gazdasági élet új kihívásai olyan vállalkozói kört követelnek, amely rugalmas, újdonságokra nyitott és képes alkalmazkodni a változó kihívásokhoz. A kamara vezetője hozzátette, azért éppen itt indul útjára a vállalkozásfejlesztési rendezvénysorozat, mert Debrecen sok szempontból meghatározó szerepet tölt be az országban. Debrecen az ország második fővárosa, akárhogy is nézzük, gazdasági értelemben is, kulturális értelemben is, és tudományos értelemben is. Tehát Debrecen az egy kimagasló hely. 2024 a gazdaság újraindításának éve. Erről már a nemzetgazdasági miniszter beszélt a fórumon. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy a fogyasztás, a beruházás helyreállítása, a munkaerőpiaci aktivitás növelése jól áll, az export aktivitás viszont visszaesett. Ennek egyik oka, hogy az elektromos autózásra való átállás sebessége világszerte, de főleg Európában lassult. A miniszter szerint Magyarország uniós elnöksége alatt az egyik kiemelt cél, hogy uniós stratégia készüljön az ágazat erősítésére. Nekünk, és a magyar gazdaság számára lételem, hogy az elektromos autózás, vagy az elektromos átállás az sikerüljön, lehetőleg gyorsan, és ha van is lassulás, ne történjen visszafordulás. Ez mind az elektromos autógyártás tekintetében, mind az akkumulátorgyártás tekintetében fontos. A nemzetgazdasági miniszter a fórumon arról is beszélt, hogy a kis- és középvállalkozások megerősítésére, beruházások támogatására ebben az évben a tavainál több forrás áll rendelkezésre. Június 9-én arról döntünk, hogy folytatjuk-e azt az utat, amely Debrecen polgárainak fejlődést, jólétet, stabilitást és biztonságot jelentett az elmúlt negyed évszázadban. Fogalmazott Pap László a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeinek hivatalos bemutatásán. A kormánypártok mind a 23 egyéni körzetben indítanak jelöltet. A polgármester, aki újraindul a posztért, úgy fogalmazott, számukra Debrecen az első. Jelen! A Csokonai Teátrum előtt fotózkodtak a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjei. Azért itt tartották a hivatalos bemutatást, mert a színház épülete azt üzeni, hogy Debrecen folyamatosan változik és fejlődik, de mindez úgy történik, hogy megőrzi az értékeit, fogalmazott Pap László. A polgármester szerint Debrecen jövője a tét a június 9-i választásokon. Debrecenre alapvetően az én megítélésem szerint két veszély leselkedik. Az egyik, az a debreceni baloldal tehetségtelensége. 25 éve figyelem a város közgyűlésében a debreceni baloldal képviselőinek munkáját, tevékenységét. A város jövőjével kapcsolatban
olyan ötletet, olyan javaslatot, olyan víziót, amely ezt a várost előre vitte volna, nem hallottam tőlük. A másik veszély Pap László szerint a háború. A június 9-i európai parlamenti választásoknak az a tétje, hogy meg tudjuk-e akadályozni azt, hogy Európa egy háborús törekvés irányába mozduljon el. A városvezető, aki újra elindul a polgármesteri posztért, úgy fogalmazott, fejlődés, biztonság, stabilitás csak békében képzelhető el. Az elmúlt 25 év erről szólt Debrecenben, és ezt a munkát szeretné folytatni a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja a következő ciklusban is. A kormánypártok mind a 23 körzetben indítanak egyéni képviselőjelöltet, 6 körzetben új induló lesz. Ilyen a Tócó Völgy Tócós kert is. A körzetlakók, amikor beszélgettem, ugye a parkoknak a játszótereket ugye bővíteni, felújítani, azt mindenképp szeretném folytatni, és mellette persze ugye a szervizutak és járdák parkoló helyzetet ugye megoldani. A jelöltek bemutatásakor elhangzott, az elmúlt 5 évben a gazdaságfejlesztés mellett a közlekedésfejlesztés állt a középpontban, emellett számos oktatási és kulturális intézmény is megújult. Bemutatta képviselőjelöltjeit ma az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület. Mándi László, a Választási Szövetség polgármester jelöltje azt hangsúlyozta, nem akarják, hogy ránk kényszerített módon iparosítsák a várost, és azt sem, hogy környezetünket külföldi vállalatok szennyezzék. Az egyesület égisze alatt 6 politikai szervezet tagjai indulnak, és lesz egy független jelöltjük is. Összeállt a csapat, amit egy hosszú folyamat és egyeztetés előzött meg, erről beszélt a kampányító rendezvényen az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület elnöke. Hozzátette, sokféle ember próbál most összefogni azért, hogy a jelenlegi hatalmat leváltsák és Debrecent megpróbálják élhetővé, mindenki városává tenni. Szeretnénk olyan változásokat véghez vinni Debrecenbe, elsősorban a helyiek és nem az országos érdekek mentén, amelyek élhetőbbé teszik ezt a várost. Ehhez kérjük az összes debreceni polgárnak, aki a városáért tenni akar valamit, az együttműködését. Fontos választás előtt állunk, erről már az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület polgármester jelöltje beszélt a képviselőjelöltek bemutatásán. Mándi László úgy fogalmazott, senki nem gondolhatja komolyan, hogy egymagában tudja a város összes problémájára a megoldást, és egymagában válasz minden problémára. Ezért született meg az Összefogás. Hozzátette, a mögöttük álló emberek, szervezetek úgy gondolják, a közös értékek összefésülése sokkal eredményesebb lesz, mint amit most lehet tapasztalni a városban. Volt sok vitánk, valószínűleg lesz is. De céljaink közösek. Nem akarjuk azt, hogy ránk kényszerített iparosításon át menjen a város, nem akarjuk azt, hogy külföldi vállalatok környezetszennyező módon szennyezik városunkat, nem akarjuk azt, hogy megosszák városunk lakóit. Mándi László példának hozta, hogy most különbséget tesznek diák és diák között, ezért első intézkedéseik között tervezik minden debreceni diák számára ingyenessé tenni a tömegközlekedést. Az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület mind a 23 választókerületben indít jelöltet, közülük 5 a Momentum, 6-6 a DK és az MSZP, 2-2 az LMP, valamint a Szikra Mozgalom, 1 a Párbeszéd jelöltje, 1 ember pedig függetlenként indul a Választási Szövetség soraiban. A túlzott iparosítás helyett az emberközpontú gazdaságfejlesztésre fektetné a hangsúlyt a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje. Salánkiné Kuti Zsuzsanna programjában a környezetvédelem mellett a debreceniek helyben tartása, a lakhatási válság leküzdése és a közösségi közlekedés fejlesztése is szerepel. A mozgalom mind a 23 körzetben indít egyéni képviselőjelöltet. A Mi Hazánk mozgalom önállóan indul az önkormányzati és az európai parlamenti választáson. Ezt Apáti István jelentette be a tájékoztatón. A mozgalom alelnöke úgy fogalmazott, a Fidesztől jobbra álló, valóban nemzeti, keresztény és konzervatív értékrendet képviselő párt a választások után is meghatározó szereplője kíván lenni a debreceni közéletnek. Nem kívánunk semmilyen formában összefogni a jelenlegi kormánypártokkal és az ő esetleges csatolt részeikkel, és ugyanígy nem tervezünk semmilyen összefogást a bal-közép és szélső baloldal törpe, mikro és nanopártyaival sem. A politikus bemutatta debreceni polgármester jelöltjüket, aki szerinte az egyik legaktívabb tagja a mozgalomnak. Salánkiné Kuti Zsuzsanna programja alappilléreinek a debreceniek helyben tartását, a lakhatási válság leküzdését, a közbiztonság és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint a termőföldek és a környezetvédelmét tartja. A polgármester jelölt szerint az önkormányzati választás legfontosabb témája az akkumulátorgyárak kérdésköre lesz.
Mi emberközpontú gazdaságfejlesztésben hiszünk, a túlzott iparosítás helyett. Ha belegondolunk és a mérlegre tesszük az akkumulátorgyárakat, akkor azt láthatjuk, hogy míg az egyik oldalon megjelenik a tőkebeáramlás, a másik oldalon nagyon-nagyon keveset beszélünk arról, hogy ezek a gyárak kiviszik innen a profitot, hogy a magyar vállalkozók nem tudnak ide beszállítani. A Mi Hazánk mozgalom mind a 23 debreceni körzetben indít egyéni képviselőjelöltet. Jelentősen változnak a hét második felében a hazai üzemanyagárak. A benzin drágul, a gázolaj viszont olcsóbb lesz, számolt be a holtankoljak.hu szakportál. A 95-ös literenkénti nagykereskedelmi árát 7 forinttal emeli, a dízelét viszont 6-tal csökkenti az olajipari társaság. Így a benzin 650, a gázolaj pedig 647 forintba kerül majd péntektől. 29. alkalommal rendezi meg a Debreceni Egyetem az informatikai szakmai napokat a Kassai úti kampuszon. A hallgatók vállalatok képviselőivel találkozhatnak, és szakmai előadásokat hallgathatnak a kétnapos programon. Az informatikai karon jelenleg mintegy 2800 diák tanul. Szakmai előadások, próbainterjúk, új ösztöndíj. Mozgalmasra sikerült az informatikai szakmai napok első napja. A hallgatók 17 vállalat munkatársaitól tájékozódhattak az elhelyezkedési lehetőségekről. Hálózati vagy szoftverfejlesztési részen szeretnék elhelyezkedni. Ezt elkezdhetem akár úgy is, hogy otthon szabadidőmben kezdek weboldalakat fejleszteni, és kisebb a városomban lévő cégeknek bedolgozni. Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke az informatikai ágazat dinamikus fejlődéséről beszélt, és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Olyan gazdasági szereplőkkel dolgozunk együtt, ipari szereplőkkel és egyéb más jellegű gazdasági szereplőkkel, amely megint csak friss tudást tud behozni ebbe a képzési rendszerbe, de ugyanakkor mi is olyan kutatásokat, fejlesztéseket tudunk végrehajtani, amelyek pedig ezen gazdasági szereplőknek hoz hasznot. Az ünnepélyes megnyitón több új együttműködési megállapodás is született. Hajdú András dékán szerint az oktatási portfólió kialakításában központi szerepe van a klasszikus matematikai és logikai alapnak, de kulcsfontosságú reagálni a gyorsan fejlődő ágazat változásaira. Valahogy ezeknek a tananyagoknak, tantárgyaknak, új ismereteknek be kell épülniük a képzésünkbe. Ezt mi úgy tudtuk megoldani, hogy mivel jelenleg a technológiai áttörések, legújabb informatika területén legújabb eredmények azért a nagy technológiai cégektől jönnek, ezért tőlük tudunk átvenni tananyagokat. Az elmúlt években a karon tanulók száma 300-zal 2800-ra nőtt. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, a magas szintű egyetemi képzésnek köszönhetően a munkaerőpiac számos lehetőséget kínál a debreceni diákoknak. Olyan programok is vannak a városban, a Smart City program, a környezeti ellenőrző rendszer, például, illetve a fenntartható városi mobilitási terv, amelyek keretében az informatika megkerülhetetlen. És hogyha helyi szakemberekkel tudunk dolgozni, olyanokkal, akik ismerik a várost, és mellette pedig jó informatikusok is, akkor közösen tudjuk építeni a város jövőjét. A megnyitón bejelentették, hogy egy önvezető járművek fejlesztésével foglalkozó cégnél nyílik ösztöndíj lehetőség a fiatalok számára. Csaknem 80 cég várta a hallgatókat ma a Debreceni Egyetem állásbőrzéjén. A fiatalok munkalehetőséget, illetve gyakorlati helyet egyaránt találhattak a rendezvényen. A programot már évente kétszer rendezi meg a felsőoktatási intézmény. Megtelt standokkal az egyetem főépületének díszudvara. Csaknem 80 kiállító érkezett az állásbőrzére. A hallgatóknak lehetőségük nyílt arra, hogy munkalehetőséget vagy gyakorlati helyet találjanak, beszélhettek a munkáltatók képviselőivel. Jelenleg a PhD képzésem 4. évében járok, így szeptembertől szeretnék munkát vállalni az orvosi mikrobiológia területén, és így ezek iránt érdeklődöm inkább az ilyen kutatólaboratóriumi állások iránt. A BMW Group gyár Debrecen több mint 2 éve vesz részt az egyetem állásbőrzéjén. A cég igyekszik minden alkalommal megújulni. Az érdeklődő hallgatók most egy fotófülke segítségével próbálhatták fel a vállalat jellegzetes kabátját a mesterséges intelligencia segítségével. Most kifejezetten sok játékkal, aktivitással és hát rengeteg nyitott pozícióval készültünk. Csaknem 60 nyitott pozíciónk van jelenleg is, és nagyon várjuk akár a gyakornoki, akár a termelési, akár pedig az irodai pozíciókra is a jelentkezéseket.
Barta Elek oktatási rektor helyettes szerint az érdeklődés évről évre növekszik az állásbörze iránt. Egyre több hallgatónak sikerül szakterületéhez illeszkedő munkát találni a rendezvény révén. Kezdetben elsősorban a műszaki terület jelent meg, de most már azt lehet mondani, hogy valamennyi olyan terület, ahol a Debreceni Egyetem képzést végez. Tehát minden olyan ága az életnek, ahol az egyetemen végzettek az egyetemi diplomával el tudnak helyezkedni. Az állásbörzét 17 éve rendezi meg a Debreceni Egyetem. Az utóbbi időszakban már évente kétszer, tavasszal és ősszel is várják a hallgatókat. Jótékonysági koncert lesz pénteken az izomdisztrófiában szenvedő kisfiúk Neyfel Ádin támogatására. A magyar zenei élet kiemelkedő alakjai álltak a beteg debreceni kisfiú ügye mellé. Az Együtt Ádin kezét fogva alapítvány által szervezett programon a Kodály filharmonikusok mellett például Nagy Bogi, Peller Károly és Varnusz Szavér is fellép. A 3 éves kisfiú olyan genetikai betegségben szenved, ami miatt előbb kerekesszékbe, majd néhány éven belül lélegeztetőgépre kerülhet. Egy jelenleg csak az Amerikai Egyesült Államokban elérhető génterápia segítheti a gyógyulását. A beavatkozás 1,3 milliárd forintba kerül. A jótékonysági koncert pénteken este 7 órától a Kölcsei Központ nagy termében lesz. A belépő jegyekből befolyó összeget teljes egészében Ádin gyógykezelésére költik. Debrecen a Reformáció városa 2024. Ezzel a címmel indít kincskereső és városfelfedező játékot a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők élményeken keresztül ismerjék meg a református értékeket. A 6 helyszínre egységes, kedvezményes árú jeggyel lehet belépni. A református kis templom kiszel orgonája is helyet kapott az új kincskereső és városfelfedező játékban. A megoldáshoz csak számolni kell, mert az a kérdés, hogy hány sípja van. A játékban résztvevőknek a kis templom mellett a nagy templomot, a veres templomot, a református kollégiumot, az egyetemi templomot, valamint az egyetem teret kell felkeresniük és válaszolni egy-egy kérdésre. Nagyon sokféleképpen lehet a református értékkincseinkről beszélni. Ezzel a városfelfedező játékkal gyakorlatilag az a célunk, hogy minél komplexebben tudjuk bemutatni azokat az értékeket, amelyek élményt is tudnak nyújtani a látogatóknak. A kincskereső és városfelfedező játék április 18-án csütörtökön indul. A résztvevők a helyes választ és a látogatást igazoló matricát gyűjthetik az első helyszínen megkapott füzetbe vagy online egy telefonos applikációban. Az egyház azt szeretné, hogy ne csak a városba érkezők, de az itt élők is felfedezzék Debrecen évszázados református kincseit. Még debreceniek is vannak sokan olyanok, akik ezekre a gyönyörű műemléki helyszínekre, amelyek most rendbe is lettek hozva látogatóbarát módon, nem vették még a merészséget, hogy átlépjék a küszöböt, csak elmennek az épületek előtt, tudják, hogy mi hol van, de hogy bent mi van, azt még nem fedezték föl. A 6 helyszínen mind a 6 kérdésre helyesen válaszolók ajándékot is kapnak. A felfedezést segíti, hogy az összes érintett templom és a Református Kollégium Múzeuma egy kedvezményes árujegy megvásárlásával végiglátogatható. A debreceniek dönthetik el, hogy hol alakítsák ki a következő közösségi gyümölcsös kertet. A programra nagy az igény. A zöld kódexben is szereplő intézkedést csaknem 1000 szavazat leadásával szorgalmazták a civisvárosiak. Az első közösségi gyümölcsöst Józsán alakították ki, ahol 90 szabad gyökeres és 20 konténeres fát, valamint 100 bogyós gyümölcsű cserjét ültettek el. A debrecenieket most arra kéri Papp László polgármester közösségi oldalán, hogy írják meg kommentben véleményük szerint, hol hozzák létre a következő gyümölcsöst. Önkénteseket várnak Debrecenben, hogy a Teszed akció részeként tisztábbá varázsolják a várost. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű kezdeményezés hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma. Az akciót 12. alkalommal rendezik meg a jövő héten. A Future of Debrecen is várja jövő kedden az önkénteseket. A helyszín a Vincellér utca és a Sárvári Pál utca kereszteződése. A szemetes zsákokat és a kesztyüket biztosítják. A Teszed az önkéntesség népszerűsítése mellett erősíti a környezettudatosságot és felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének fontosságára.
Hosszabbítás után egyenlített a Zalaegerszeg elleni párharcban a Deac kosárlabda csapata keddeste. A debreceniek 98-93-ra nyerték meg a bajnoki negyeddöntő második mérkőzését az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. A három győzelemig tartó párharc állása 1-1, a csapatok pénteken a ZTE otthonában játszanak újra. Jó kezdett a Deac, a debreceniek bő 2 perc után már 9-1-re vezettek. Az Ete időt kért, de ez nem befolyásolta jelentősen a folytatást. Az egyetemi csapat az első, majd a második negyedet is megnyerte, így a félidőben 14 pontos előnyben volt. Egy nagyon küzdelmes és rengeteg hullámvölgyel tarkított találkozó volt. Tényleg az első félidőben nem találtuk a játékunkat, se támadásban, se védekezésben. Nem volt meg úgymond egy kellő fegyelem, nem tartottuk be, igazán nem tudtuk végrehajtani, amit megbeszéltük. A szünet után fordult a kocka. A Zalaegerszeg fokozatosan csökkentette a hátrányát, sőt, kevesebb, mint fél perccel a rendes játékidő vége előtt átvette a vezetést. Williamsonnak még volt ideje egyenlíteni, így hosszabbítással dőlt el a meccs, amit végül 5 ponttal megnyert a Deac. Kettő fontos dolog van igazából, az egyik, hogy egyenlítettünk a szériába, ami jó. A másik meg az, hogy azt hiszem, hogy jobban kosaraztunk, mint 3 nappal ezelőtt Zalaegerszegen. Tehát ha ilyen szinten tudunk kosarazni 3 nap múlva, akkor szerintem lesz esélyünk bravúr győzelemre. A negyed döntő állása így 1-1. A párharc 3 győzelemig tart. A csapatok legközelebb pénteken este 6 órától Zalaegerszegen játszanak. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!